Az előadás Karafia Torsója személyes felkérésére született. Az Orsi mondta azt, mi lenne, hogyha én márciusban csinálnék valamit. Gorki Makar Csudra című novelláját mesélem el és játszom el. Nagyon szeretem ezt a novellát. Édesanyám mesélte nekem még ezt, amikor kicsi voltam, és ez nagyon mélyen él bennem ez a mese. És az volt a tapasztalatom, hogy nagyon kevesen ismerik ahhoz képest, hogy mennyire komoly, magas irodalmi mű. Úgyhogy azt gondoltam, hogy akkor az önálló est keretein belül, emögé a mese mögé bújva, mutatom meg azt, hogy rám milyen hatással volt ez a novella. Azt hiszem, hogy mindenki megtalálja benne saját magát. Az élet körforgása, a szabadság utáni vágy, és közben pedig a kötöttségekkel való harc, nekem ezért nagyon fontos. Illetve hát a mottója, amit aztán az öreg Makar bácsi mond el, az, hogy jössz, mégy, jól teszed. Nagyszerű sorsot választottál, sólyom. Így is kell.